Jelen előadásban a Common Criteria szabványt fogom bemutatni, mely a biztonságos rendszerfejlesztés, a biztonságos informatikai alkalmazások fejlesztésének olyan alapszabványa, melyet talán kevesebben ismernek, így alaposabban, viszont egészen biztos vagyok benne, hogy bárki, aki biztonságosan fejleszt alkalmazást, az valahogy a Common Criteria által megszabott elvek alapján fogja ezt megtenni, hiszen minden olyan biztonságos alkalmazás fejlesztési szabvány, legyen itt szó az OWASP-ról, legyen itt szó a Microsoft SDLC-ről, alapvetően a Common Criteria alapjain indult el. A Common Criteria további fontosságát az adja, hogy jelen előadás rögzítésének pillanatában éppen életben van, ugye már az európai kiberbiztonsági jogszabály, és ebben előírják az európai biztonságos alkalmazás tanúsítási, biztonságos rendszertanúsítási keretrendszernek a használatát is. Ez pedig nagy valószínűség szerint szintén valahogy a Common Criteria elveire fog majd visszamenni, hiszen az elmúlt nagyjából 30 évben Isten igazából ennél jobbat a világ nem nagyon tudott kitalálni. Dacára annak, hogy egy viszonylag bonyolult szabványról van szó, így remélem, hogy jelen előadásban sikerül egy kicsit bemutatnom, hogy hogy is működik ez, mi az elve, és segíteni tudok mindenkinek, aki találkozni fog a terméktanúsítási keretrendszerrel, vagy találkozni fog a biztonságos alkalmazás fejlesztés követelményeivel, hogy mit is kell tulajdonképpen csinálni, mit is kell tulajdonképpen gondolni ebben a keretben. Először is egy kicsi történelmi visszatekintés a Common Criteria-ra. Mi is a Common Criteria, és miért is kellett ezt elfogadni? A Common Criteria jelen pillanatban az egyetlen egy olyan nemzetközileg elfogadott keretrendszer, mely az informatikai termékek és rendszerek biztonságára vonatkozik. Ennek megfelelően, miután szabványról van szó, egy olyan közös struktúrát és nyelvet alakított ki, melyet gyakorlatilag a világ minden részén az ezzel foglalkozók értenek, illetve nagyon nagy segítség azoknak, akik szeretnék tudni, hogy mitől is lesz biztonságos egy rendszer, mit kell belefejleszteni, és hogyan kell egyébként a rendszert kifejleszteni. Ezeknek az érdeklődőknek nyújt egy olyan összeszedett és összetett és kipróbált keretrendszert, melyből gyakorlatilag, mint egy receptből tudunk mazsolázgatni a biztonságos rendszerünk fejlesztéséhez. Szabvány, ISO szabvány, méghozzá a 15408-as szabvány nevet viseli, bár hozzá kell tenni, hogy a szabvány és a valóságban jelenleg használt Common Criteria között most már lassan 10 évnyi eltérés van, a szabvány az nem igazán frissült az elmúlt évtizedben. Tehát ez a szoftverfejlesztés biztonságának az általánosan elfogadott, nemzetközileg elfogadott módszertana, dacára annak, hogy számos kritika éri, és az európai terméktanúsítási keretrendszer kapcsán is ez az egyik fő kérdés, hogy míg a Common Criteria tanúsítások például jellemzően egy-másfél évet el szoktak vinni, ennek lényegesen gyorsabban kell történni a mai világban, és erről fog szólni a következő évek szakmai diskurzusa is, hogyan lehet megtartani a Common Criteria előnyeit, átlépve annak hátrányain, elsősorban a gyorsaság és az ár tekintetében. Alapvetően tehát egy olyan követelményrendszerről van szó, amit a világon mindenhol ismernek és elismernek. Ennek a szükségességét jellemzően azok az informatikai biztonsági követelmények hívták életre, melyek az Egyesült Államokban, majd a világ többi részén is megjelentek. A kormányzatok, a hadseregek szerettek volna olyan szoftvereszközöket használni, melyek bizonyítottan biztonságosak, és ehhez kellett fölépíteni egy ilyen szabványos keretrendszert, majd ez a korai kormányzati érdeklődés természetesen kiterjedt a piaci cégekre is, így ma már teljesen természetes, hogy elsősorban az Egyesült Államokban és Európában, de a világ más részein is, Ázsiában is számos egy országot tudnék mondani, igényként merül fel az, hogy egy adott termék rendelkezzen Common Criteria tanúsítással. Hozzá tartozik, hogy az államok általában együtt is tudnak működni egymással, sőt, mondjuk a globális nagyvállalatok is több országban működnek, több különböző országbeli beszállítót használnak, tehát szükség van egy olyan egységes, egyenszilárd tanúsítási elvre, mely meg tudja mutatni azt, hogy ha dacára annak, hogy mondjuk az adott terméket különböző országokban készítették és tanúsították, de mégis azonos biztonságot tud nyújtani bárhonnan is jön az adott termék.
A common criteria egyébként számos már korábban létező szabvány felülvizsgálatából keveredett ki, és lett a világon elfogadott szabvány, hiszen szoftvert gyakorlatilag az 50-es, 40-es, 50-es évektől kezdve fejlesztenek, és a biztonság azért többé-kevésbé mindig valamilyen szinten megjelent igényként, ennek megfelelően számos szabvány jött korábban is, ezeknek az egységesítése lett a common criteria, azaz a közös szempontrendszer. Valamint észre kell vennünk, hogy folyamatosan fejlődnek azok a támadási megoldások, melyek ellen védelmet kell nyújtani. A szoftverek egyre komplexebbek, a támadások is egyre komplexebbek, tehát nem árt, hogyha van valami olyan bázis, amire építve ezt a komplexitást és ezt a folyamatosan változó környezetet kezelni tudjuk. A CC elődje, az első elődje ez a US TCS-ek ajánlás volt, ami 83-ban és 1983-ban és 1985-ben jelent meg először. Ennek volt a kanadai, illetve európai leágazásai is, a CTC-PEC, a CTC-PEC, illetve az ITSEC ajánlások, melyek 1993-ban futottak össze a Common Criteria Project-té, és ez mutatja is, hogy elsősorban egy európai és amerikai kezdeményezésű szabványról van szó. 1996-ban adták ki a Common Criteria 1.0 változatát, majd ez fejlődött tovább egészen a 2017-es évig, ami jelen pillanatban az aktuális szabvány, a 3.1-es, 5-ös revíziónál tart jelenleg a szabvány. Érdekesség, hogy Magyarországon az Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai között gyakorlatilag a Common Criteria 1.0 kiadása után rögtön megjelent a magyar fordítás is, így a magyar közszolgálatban praktikusan most már 21 néhány éve jelen van a Common Criteria, és a nagyobb közigazgatási fejlesztési projektekben is azért megjelent az igény, hogy CC alapú fejlesztés történjen. Jelenleg tehát a 3.1R5 változatnál tartunk, a szabvány a 15.408-2008-nál ragadt le, tehát bő 10 évvel vagyunk túl. Ennek megfelelően a gyakorlatban nem is a szabványra hivatkoznak, és nem is a szabványt használják, hanem a CC hivatalos kiadását. És hogy milyen fontossága van ennek a szabványnak, 2020 áprilisában, amikor ezt a videót rögzítem, 4203 tanúsított termék van, illetve létezik, és csak 2019-ben 331 termék kapott tanúsítást, ami nagyon jól mutatja, hogy abszolút van vásárlói igény arra, hogy CC tanúsított termékek legyenek a piacon. A CC egyébként nemzetközi szabvány, amit már többször hangsúlyoztam, ennek megfelelően, amellett, hogy egy útmutatót ad a szoftverfejlesztőknek, szükséges egy olyan nemzetközileg elfogadott tanúsítási keretrendszer is, ami alapján a CC szerinti fejlesztéseket értékelni lehet. Ezt hívják Common Evaluation Methodology-nak, azaz SEM-nek. A SEM a Common Criteria része, és igazából azt írja le, hogy ha a termék tanúsító egyébként megkap egy terméket, akkor milyen lépésekkel tudja ellenőrizni, illetve leellenőrizni, értékelni annak a terméknek a megfelelőségét. A CEM tehát gyakorlatilag azt biztosítja, hogy bárhol a világon készítik el a termék tanúsítását, az pontosan milyen elvek alapján fog majd megtörténni, tehát ha én Magyarországon szeretnék használni egy tanúsított terméket, akkor dacára annak, hogy ezt a terméket mondjuk Indiában értékelték, biztos lettek benne, hogy ugyanarra az eredményre jutottak vele, mint hogyha Magyarországon tették volna meg azt az értékelést. Sajnálatos módon egyébként Magyarországon jelen pillanatban termékértékelések nem folynak, azaz, hogy folyik, ennek egy kicsit bonyolultabb változata van, hiszen a Common Criteria egy nemzetközi kormányközi megállapodás, ami azt jelenti, hogy vannak országok, akik csatlakoztak a Common Criteria egyezményhez, és azt mondták, hogy ők bármilyen Common Criteria tanúsítványt hajlandóak lesznek elfogadni, illetve vannak olyan országok, amelyek azt mondták, hogy az elfogadáson túl hajlandóak azt a nemzeti keretrendszert is kialakítani, melyen belül a Common Criteria tanúsítványok kibocsáthatóak lesznek. Ez azt jelenti, hogy vannak országok, így az USA, Kanada, az Egyesült Királyság és a többiek, akiket a baloldali oszlopban lehet látni, akik jelen pillanatban tanúsítvány kibocsájtóként állnak rendelkezésre, azaz képesek olyan
keretet teremteni az országokon belül működő tanúsítóknak, hogy ők nemzetközileg is elismert CC tanúsítványt adjanak ki. Még vannak olyan országok, akik viszont tanúsítvány elfogadóként léteznek, őket lehet többnyire a jobboldali oszlopban látni, bár ez a teljes, a lista, a teljes felsorolást adja a CC-t elfogadó országoknak, akik pedig azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy melyik országban adták ki azt a tanúsítványt, nyilván a tanúsítvány kibocsátók közül, az ott kibocsátott tanúsítványokat hajlandók elfogadni. Például Magyarországon az a helyzet, hogy még van magyar bejegyzésű értékelő labor, ez egyébként a CC Lab Kft., ők jelen pillanatban nem Magyarországon adják ki a tanúsítványokat, azaz nem Magyarország nevében kerülnek a terméket tanúsításra, hanem Olaszország biztosítja azt az úgynevezett terméktanúsítási sémát, ahol a magyar értékelő labor a tanúsításokat ki tudja adni. Kis statisztika, mint lehet látni, a tanúsítványok száma így alakult az elmúlt évtizedekben. Igazából 2007-ben kezdett el nagyon elindulni a tanúsításoknak a száma, majd a gazdasági világválság miatt ez visszaesett, és kellett egy jó 10 év, amíg újra elértük ugyanezt a tanúsítvány kibocsátási számot. Itt lehet látni, jelen pillanatban ugye 4203 tanúsítás van, ebből viszont csak 1458 aktív, ami azt is mutatja, hogy a tanúsítások egy idő után elévülnek, és ezt az elévülést te a megújított tanúsításokkal lehet kezelni. Egyben az is látszódik, hogy a különböző tanúsításokat különböző termék kategóriákban szokták kiadni. Leggyakrabban az IC Smart Card és a Smart Cardhoz kapcsolódó rendszerek kapnak tanúsításokat, azaz például a magyar elektronikus személyigazolvány is egy CC tanúsított csipre épül. Egyszerűen ezek azok a termékek, melyek kellően nagy számban pörögnek ahhoz, hogy tanúsítást legyen szükséges hozzájuk készíteni, de például a hálózatbiztonsági termékek, a multifunkcionális termékek, illetve a máshol nem besorolt termékek is viszonylag nagy számban vannak. Jelenleg tanúsítva teljesen természetesen nyilván bármire lehet biztonsági terméktanúsítást adni, amelyek nem férnek be egy-egy halmazba, amit a CC amúgy felsorolt. Érdekesség, hogy az operációs rendszerek közül jelenleg 46 rendelkezik érvényes CC tanúsítással, tehát praktikusan bármelyik operációs rendszert használjuk, az CC tanúsítást kapott valahol nem túlságosan régen. Fontos mutatója még a CC tanúsítványoknak azt, hogy milyen úgynevezett értékelési garancia szintet, azaz Evaluation Assurance Level-t, EAL szintet ütnek meg. Jellemzően, és ezek az EAL szintekre később még ki fogok térni, jellemzően a EAL 2, illetve az EAL 3, 4 szintek azok, amikkel találkozni lehet. Az EAL 3, mint látszik az aktuális tanúsításoknál kicsit visszaesett. Ez annak köszönhető, hogy még az egyszerű tanúsítások és elfogadható tanúsítások az EAL 2 szinten jelennek meg, a megfelelően biztonságos szintnek az EAL 4 szintet tartjuk. EAL 5-ből azért van viszonylag sok tanúsítás, mert jellemzően a smart cardok IC-k oda szoktak tartozni, miután egyszerűbb terméketről van szó, mint hogy egy komplex operációs rendszert kéne tanúsítani. A legnagyobb tanúsítvány kibocsátókat lehet látni ezen a képen, Franciaország áll az élen, nem meglepően, hiszen a chip tanúsítások főleg ebben az országban történnek meg, de Németország, illetve Japán is viszonylag jól áll ebben a versenyben. Az elmúlt időszakban azt lehet látni, hogy az Egyesült Államokból egyre inkább Németországba viszik tanúsításra a rendszereket, feltehetőleg azért, mert az amerikaiaknál lényegesen drágább maga az eljárás. És ott Olaszország nálatta 35 tanúsított termékben van 3 magyar fejlesztésű termék is, amelyeket Magyarországon értékeltek, de olasz tanúsítvánnyal rendelkeznek. Na de térjünk vissza a Common Criteria, miről is van szó, mit fedünk le. Jellemzően lefedjük az információbiztonságot megvalósító funkcióknak a értékelését, illetve követelmény állítását. Tehát ide tartozik minden olyan funkció, ami a bizalmasságot, a sértetlenséget és a rendelkezésre állást biztosítja egy termékben. Hozzátéve, hogy nem csak az van leírva, hogy mit kell bepakolni egy termékbe, hogy az biztonságos legyen, hanem azt is, hogy hogyan kell ezt megvalósítani, hogy a biztonságot fönn tudjuk tartani.
Biztosítja a CEMEN keresztül a független értékelések összehasonlíthatóságát, tehát egy olyan struktúrát bocsájt rendelkezésre, melyet gyakorlatilag bárki, akinek erre személyis igénye van, elolvashat és összehasonlíthatja mondjuk két ugyanolyan terméktípus, mondjuk egy tűzfal terméknek az értékelését, és megnézheti, hogy valójában a mögött az EAL 2, 3, 4 értékelés mögött milyen biztonsági funkcionalitás lett megvalósítva. Hardware, software, firmware, tehát gyakorlatilag technológia független a megvalósítás, mint említettem, az egyszerűbb csippektől kezdve az összetett operációs rendszerekig bármi értékelhető common criteria alatt, ami biztonságot valósít meg. Ez az előnye, egyben a hátránya is, hiszen sokkal kevésbé konkrétan fogalmaz a szabvány annál, mint hogyha mondjuk csak egy-egy típus termékre lenne kihegyezve a tanúsítás. Amit viszont nem fed le, az a személy és fizikai biztonsági intézkedések, hiszen erre ott van az ISO 27000 szabványcsalád, nem fedi le, hogy adott országon belül hogyan használják föl a common kritériát, ezekhez szükségesek a nemzeti sémák, illetve a nemzeti jogszabályalkotás, és például nem fedi le a kriptográfiai algoritmusokat sem, tehát azokat a nagyon konkrét biztonsági szabványokat, melyek egy-egy szűk technológiához kapcsolódnak. Ez tehát leginkább egy a technikai megközelítésű, és egyébként leginkább egyszerűbb termékekre vonatkozik, tehát az operációs rendszer nagyjából az a maximum, amit le lehet common kritériával fedni, annál bonyolultabb IT infrastruktúrákra ez a szabvány már nem feltétlenül alkalmas. Kinek szól ez? Egyrészt a felhasználónak, akinek igénye van arra, hogy össze tudja hasonlítani az egyes biztonsági termékeket, ezt meg lehet tenni a Common Criteria alapján, illetve, hogyha például specifikálni kéne egy beszerzésnél, hogy mit kell tudnia mondjuk egy tűzfal terméknek, akkor nagyon sokat segít, hogy a Common Criteria mellett megjelennek az úgynevezett védelmi profilok, Protection Profilok, PP-k, melyek egyfajta általános leírást adnak néhány típus termékhez, innentől kezdve lehet tudni azt, hogy mit lehet elvárni egy ilyen terméktípustól. Szól a fejlesztőnek, aki biztonságosan szeretné fejleszteni a saját termékét, hiszen, mint említettem, ez egy gyakorlatilag egy szakácskönyvnek minősül, a szakácskönyvhöz pedig ott vannak az összetevők is, tehát egyrészt nyújtja az összetevőket, nyújtja azt, hogy milyen biztonsági funkciók jöhetnek egyáltalán szóba a biztonság mentén, nyújtja azt a szakácskönyvet, hogy hogyan lehet mindezt elkészíteni, és hogyha tudjuk, hogy mit akarunk főzni ezekből az összetevőkből, akkor a védelmi profilok a fejlesztőnek is a rendelkezésére állnak, tehát hogyha például valaki víruskeresőt szeretne összerakni, akkor a vonatkozó védelmi profilból ki lehet szedni, hogy mik azok a biztonsági funkciók, amit egy víruskeresőbe be kell pakolni. És szól az értékelőnek, aki pedig át tudja tekinteni, hogy a rendelkezésére bocsájtott termék teljesíti a fejlesztő által állított képességeket, garanciákat hozzá. A Common Evaluation Methodology, a CEM egy nagyon alapos és részletes leírást ad az auditoroknak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megerősíteni egy termék biztonsági funkcióit. Ez nem csak egy olyan értékelőnek lehet hasznos, aki Common Criteria szerinti laboratóriumokban, értékelő laboratóriumokban dolgozik, hanem gyakorlatilag bárkinek, aki szeretné végignézni azt, hogy a hozzá benyújtott termék biztonságos-e, egy viszonylag jó keretrendszert tud biztosítani. Néhány fogalom, amit érdemes tudni ezen a területen. Az első és legfontosabb az úgynevezett Target of Evaluation, vagy TOE, vagy értékelés tárgya, magyarul ET. Ez gyakorlatilag az informatikai rendszernek, terméknek az a része, ami biztonságot valósít meg. Ennek megfelelően, hogyha veszünk mondjuk egy operációs rendszert, akkor általában nem a teljes operációs rendszert értékeljük, mert engem nem feltétlenül érdekel a pasziánsz játéknak a biztonsági megvalósítása, hanem kimondottan azt az alrendszert ellenőrzöm, ami az operációs rendszeren belül biztonságot valósít meg, tehát például a autentikációs modult, például a naplózó modult. A következő fogalmunk, amit már említettem, a Protection Profile, vagy magyarul védelmi profil. Ezek a megvalósítástól független követelmények, amik, mint említettem, egy-egy jó definiált termékre írják le, hogy mit kell megvalósítani az adott terméken belül, kiválóan alkalmas arra, hogy az ember el tudja mélyedni abban, hogy a termékének valójában mit is kéne tudni a biztonsági szempontból. A Security Target, ST, vagy biztonsági előirányzat, pedig a konkrét termékre vonatkozó leírás, azaz, hogyha engem az érdekel, hogy a Windows 10
operációs rendszernek a 2019-es Autumn Editionjében hogyan valósították meg a biztonságot, akkor ehhez a konkrét termékhez le tudom tölteni a commoncriteriaportal.org oldalról a biztonsági irányzatot, és át tudom tekinteni, hogy a Microsoft mit tekintett fontosnak ebben a termékben megvalósítani, tehát például ha az érdekel, hogy mit naplóz, milyen eseményeket naplóz ez az operációs rendszer, akkor ebből az ST-ből, ebből a biztonsági irányzatból nagy vonalakban ki tudom szedni. Ez akkor hasznos, hogyha például egy számomra eddig nem felfedezett terméknek a biztonsági képességeit kell megtekintenem, és meg kéne állapítanom, hogy milyen naplóállományokat képes ez előállítani, hogyha a gyártó honlapján triviálisan nem hozzáférhető ez az információ, akkor a biztonsági előirányzat egy jó alapot tud szolgáltatni számomra ahhoz, hogy ezeket a naplózandó napló állományokat, napló képességeket, ezeket át tudjam tekinteni, és legyen egy elképzelésem arról, hogy mégis mi az, amit kaphatok az adott termékre vonatkozóan. Következő fogalmam, ez a Security Functional Requirements, biztonsági funkcionális követelmények, vagy SFR-ek. Ezek azok az összetevők, melyekből kialakul a termék biztonsági funkciója. Ide tartozik a naplózás, az autentikáció, az autorizáció, a termékönvédelme, a termékbiztonsági beállítása, stb. Stb. Tehát mindaz, amit be tudok tenni a termékbe annak érdekében, hogy ez biztonságosan tudjon működni. Hogy mik az adott termék, konkrét terméknek az SFR-jei, amiket beletettek, ezt egyébként a biztonsági előirányzatból tudom kivenni, illetve a védelmi profilok is jellemzően ezeket az SFR-eket tartalmazzák és sorolják föl, hogy milyen biztonsági funkciókat kéne beraknom a termékbe. Assurance requirements, garanciális követelmények. Ez ugye pedig arra vonatkozik, hogy az adott terméket milyen biztonsági körülmények között fejlesztették ki, mennyire dokumentálták, mennyire tervezték, milyen fejlesztői környezetben fejlesztették ki, ahol mennyire vigyáztak a biztonságra, mennyire tesztelték le funkcionálisan, és mennyire tesztelték le biztonsági szempontból. Ez tehát az egész fejlesztési folyamatra vonatkozó biztonsági garanciákat mutatja. Ezek a korábban említett EAL Evaluation Assurance levelek is valójában innen jönnek, tehát az EAL level valójában azt mutatja meg, hogy maga a biztonsági fejlesztési folyamat mennyire volt dokumentált, és mennyire volt biztonságos. Hogyan néz ki maga a fejlesztés. Gyakorlatilag a Common Criteria is hozza azt az információbiztonsági alapelvet, amit mindenhol megismerhettünk, tehát egy fenyegetési környezetből indulunk, kockázatokat elemzünk, és védelmi intézkedéseket foganatosítunk, tehát ebbe a keretbe kell elképzelni. Aminek az első lépése az az, hogy megállapítjuk, hogy mik a védendő vagyontárgyak, azaz, hogy milyen információs vagyon lesz kezelve az adott rendszerbe, hiszen ebből tudjuk majd a rávonatkozó fenyegetéseket kialakítani. Meg kell állapítani továbbá, hogy a TOE az értékelés tárgya milyen fizikai környezetben fog működni, hiszen teljesen más követelmények vannak mondjuk egy interneten, cloudban működő termékkel szemben, mint hogyha mondjuk egy beágyazott chipről lenne szó. És mi a TOE célja, azaz valójában mi is a termék, amit fejleszteni szeretnénk. Ebből alakítjuk ki a biztonsági környezetet, melyből adódik néhány olyan pont, amit le kell szögezni szintén a fejlesztőnek, ezzel gyakorlatilag körbeágyazva, hogy mit is vár el a termékével kapcsolatban. Ezek közül az első a feltételezések. Nyilván nem akarunk mindent a termékbe belefejleszteni. A feltételezések mondják meg azt, hogy mit várunk a mi informatikai környezetünktől, milyen biztonsági intézkedéseket, amiket nem teszek bele a termékembe. Tehát például tűzfalat nem rakok be a termékembe, mert azt várom, hogy egy olyan környezetben fog működni, ahol a tűzfalazás az infrastruktúrában megoldott. Meg kell továbbá határoznunk a szervezetbiztonsági szabályokat, ami azt jelenti, hogy mik azok a követelmények, melyek mondjuk egy jogszabályból, egy compliance megfelelőségi követelményből eredeztethetőek, melyet szintén be kell tennem a rendszerbe, vagy éppen a környezetemben kell megvalósítani. És végül, de nem utolsó sorban, mik a konkrét fenyegetések, amik ellen nekem védelmi intézkedéseket kell majd hoznom, fölmérni nyilván ezeknek a kockázatát. Ezekből alakulnak ki a biztonsági célok, mely praktikusan felsorolja, hogy mi a termék, milyen funkciókat akarok beletenni, milyen célokat akarok elérni magával a termékemmel. Ezekhez a biztonsági célokhoz kell hozzápárosítanom a Common Criteria követelménykatalógusát,
Common Criteria egyébként három kötetből áll. Az első követelménye mutatja be a Common Criteria-t úgy általánosságban, a második követelmény szól az SFR-ekről, a biztonsági funkcionális követelményekről, a harmadik kötet pedig a garanciális követelményről. A CC követelmény katalógus itt a második kötetet, az SFR-eket, a biztonsági funkcionális követelményeket jelenti, illetve a garanciális követelményeket, a harmadik kötetet jelenti. Tehát a biztonsági célokból tudom meghatározni, hogy a második és a harmadik kötetből mire lövök, azaz milyen elemeket fogok összeszedni, illetve ezt milyen EAL szinten szeretném majd meg kifejleszteni, illetve létrehozni. Illetve lesznek olyan követelmények, amiket nem nekem kell megvalósítani. Ugye említettem fizikai környezetből, illetve a szervezetbiztonsági szabályból is esetnek követelmények, amiket nem nekem kell megvalósítani. Ezekből úgynevezett környezeti követelmények fognak majd keletkezni. Ebből áll össze a TOEL, az értékelés tárgyának az összefoglaló specifikációja, mely egy magas szintű leírást ad arról, hogy valójában mit is akarok tenni. A biztonsági környezetem, a security environmentnek része ugye minden, ami szabályozza a működésemet, jogszabályok, belső szabályozások, szokások, gyakorlatilag, stb. Stb. Gyakorlatilag azt írja, hogy hol akarom használni magát a terméket. A security objectives, a célok, tehát még egyszer, ellentmondásmentes célok, amelyek leírják azt, hogy mit akarok csinálni a termékemmel kapcsolatban. A security requirements arról szól, hogy funkcionális és garanciális szinten valójában hogyan akarom megvalósítani a terméket, milyen követelményeknek szeretnék megfelelni a Common Criteria követelmény katalógusaiból. A Security Specifications, ez pedig annak a magas szintű leírása, hogy valójában mi lesz tulajdonképpen maga a termék, ez jelöli ki tulajdonképpen az egész keretét a fejlesztésem. A Common Criteria-t lehet használni belső fejlesztéshez, mindenféle tanúsítás és minősítés nélkül. Nagyon jó egyébként, hogyha az ember megérti az alapelveit egy kicsi olvasgatás után, de maga a Common Criteria szerinti fejlesztés azért jellemzően úgy azért szokott lezajlani, hogy a végén valamilyen tanúsítás jöjjön létre. Mi ennek a folyamata? A fejlesztő eldönti, hogy a termék két Common Criteria tanúsítás szerint fogja fejleszteni, meghatározza az előző, előbb látható módon a biztonsági célokat, kitalálja, hogy mi lesz maga a termék, megnézi, hogy tartozik-e hozzá valamilyen protection profile, nem minden terméktípushoz van protection profile, de hogyha van hozzá protection profile, akkor lehet használni. Ebből a protection profile-ból vagy biztonsági célokból határozza meg a saját biztonsági specifikációját, majd ezt lefejleszti. Hogyha megvan, akkor a kész terméket elküldi értékelésre egy úgynevezett értékelő labornak, mely egy privát cég, piaci alapon működő cég, melynek feladata áttekinteni azt, hogy az a termék, amit ő kapott, és az a dokumentáció, amit ő a termékhez kapott, ez egyrészt megfelele a Common Criteria elvárásainak, másrészt pedig teljesíti-e azokat a fejlesztő által saját magának meghatározott követelményeket, melyeket a fejlesztő egyébként kitűzött. Ebből a TOE értékelésből lesz egy értékelési jelentés, melyet az értékelő labor benyújt az állami tanúsító szervezetnek, melyből minden államban csak egy van, aki pedig átvizsgálva az értékelés eredményét kiadja a Common Criteria tanúsítvány. Itt fontos megjegyezni, hogy nagyon sok esetben vannak Common Criteria-szerű tanúsítások, melyek egyszerűbbek, olcsóbbak, mint a nemzetközi Common Criteria tanúsítvány, például a francia ANSI tanúsítást tudnám mondani, melyek külföldön nem érvényesek, viszont Franciaország a saját kormányzati termékeibe, kormányzati intézményeibe elvárja legalább az ANSI típusú tanúsítások meglétét. Ugyanúgy Common Criteria-szerű a tanúsítási folyamat, csak gyorsabban keresztül megy, illetve lényegesen olcsóbb. Egyébként, hogy országon belül hogyan valósítják meg a tanúsítást, azt az úgynevezett séma leírás írja meg. Minden tanúsítvány kibocsátó országnak van egy saját nemzeti sémája. Ez mondja meg, hogy nem azt, hogy hogyan kell Common Criteria-t tanúsítani, sokkal inkább azt, hogy mi, hogyan lehet milyen feltételek mellett például egy laboratóriumot, értékelő laboratóriumot felállítani, illetve milyen mandátumokkal dolgozik maga a tanúsítással foglalkozó hatóság. Ezt az Egyesült Államokban például NIAP-nak, National Information Assurance Partnership-nek nevezik. Magyarországon 2008-ban adtak ki egy ajánlást, melynek neve MIBÉCS, Magyar Informatikai Biztonsági Értékelés és Tanúsítási Séma.
A Mi Bécs gyakorlatilag a magyar Common Criteria Light a zártsági vizsgálatok során, illetve az elektronikus aláírási termékek vizsgálata során lehet még mindig találkozni a Mi Bécssel. Ezt szánták egyébként annak a tanúsítási sémának, melyet Magyarország alkalmazott volna, hogyha a tanúsítvány kibocsátó országok sorába léptünk volna, ez azonban a mai napig nem történt meg. A Common Criteria egyezménynek a neve egyébként MRA, Mutual Recognition Arrangement, illetve CCR, Common Criteria Recognition Arrangement. Ez a nemzetközi egyezmény szabályozza azt, hogy mik azok a, melyek azok a nemzeti sémák, melyeket más országok is elfogadnak. Az olvasó számára a rendelkezésre áll dokumentumok, mindebből a sok-sok dokumentumból, illetve a termékre vonatkozó dokumentumból a védelmi profilok lesznek, és a biztonsági irányzatok lesznek. Ezeknek a tartalma kötött, éppen ezért segíti az egyes termékek összehasonlíthatóságát. A védelmi profil ugye még egyszer általános terméktípusokra érvényes, tehát ha egy tűzfalra, operációs rendszerre, adatbázis kezelő rendszerre szeretnénk tudni, hogy általában milyen biztonsági funkciók szerepelnek benne, akkor a vonatkozó védelmi profil tudjuk elővenni. Ennek a tartalmi jegyzéke az ábrán látható módon épül föl, gyakorlatilag általánosságok vannak leírva benne. Ezzel szemben egy biztonsági irányzat, amelynek szintén kötött a tartalom jegyzéke, már konkrétan leírja azt, hogy a termék mit tud. Először is van néhány kötelező azonosítás, a bevezetés részben kell konkrétan leírni, hogy mi a termék neve, milyen verziószámmal azonosították ezt, milyen módon felel meg a Common Criteria-nak, melyik szabványnak. Ez azért egy fontos információ, mert jellemzően ugye a Common Criteria alatt a terméknek egy konkrét terméktípusa van tanúsítva, nem véletlenül mondtam példaképpen a Windows 10 2019 Autumn Edition-t, ami egy jól meghatározott, jól definiált verzió. Onnantól kezdve, hogy már patchelés történik, vagy free bármilyen nagyobb major frissítés kerül rá, onnantól kezdve az már nem tartozik a Common Criteria alá, nyilván kivéve akkor, hogyha a gyártó megcsinálja a frissítő értékelést erre a verzióra. A TOA leírása írja le, hogy mi az, amit meg kell valósítani, mi a termék maga, hogyan működik, illetve a biztonsági környezetben lehet a feltételezéseket, fenyegetéseket és szervezett biztonsági szabályzatokat megtalálni. Tehát ez az a követelmény halmaz, ami gyakorlatilag körbeírja, hogy milyen körülmények között biztonságos az adott termék használata. De a régi anekdóták szerint egy korai Windows verzió, ha jól emlékszem, akkor talán a Windows NT 4.0 volt az a változat, amelynél ilyen megkötések szerepeltek, hogy a Windows, azt a konkrét Windows operációs rendszer csak hálózati kapcsolat és külső adathordozó használata nélkül lehet biztonságosan használni, így azért érdemben csökkent a használhatósága. Tehát mindent lehet a használhatatlanságig biztonságossá tenni, és ezt a Common Criteria-ban is lehet is tanúsítani. Ma már azért ilyen megkötések nem jellemzőek, de tekintettel arra, hogy például a Microsoft 2001 óta használja ezt a bizonyos SDLC, Secure Development Lifecycle nevű szabványt, amitől gyakorlatilag a legbiztonságosabb termékekké váltak a Microsoft termékek. Ezután következnek a biztonsági célok felsorolásai, ahol láthatjuk azt, hogy mit kell megvalósítani a terméknek, és mi az, amit a környezettől vár a fejlesztő. Majd jönnek az informatikai biztonság követelményei, a funkcionális és a garanciális követelmények, végül az a bizonyos összefoglaló specifikáció, ahol végig lehet követni, hogy mi hogyan valósult meg. A PP nyilatkozatok utalnak arra, hogy a termék milyen protection profile-t, védelmi profilt használt fel, amikor összeállították a terméket, illetve a végén egy indoklás, egy magyarázatot lehet találni a dokumentumban leírtakra. A Common Criteria funkcionális követelmény osztályok pedig így alakulnak ki, tehát ezek azok az összetevők, melyekből építkezni lehet. Biztonsági átvilágítás, azaz a naplózás, a kommunikáció biztonsága, a kriptográfia, a felhasználói adatvédelem, és itt nem a privacy-re gondolunk, hanem kimondottan a védendő információs vagyontárgy hozzáférésére, azaz praktikusan az autorizációra. Azonosítás és hitelesítés, identifikáció és autentikáció, a biztonságirányítás, ami praktikusan a termék biztonsági beállítását jelenti, a titoktartásra, ez itt a privacy, a terméknek az önvédelmére, erőforrás felhasználásra, a termékhez való hozzáférésre, illetve a termék bizalmi csatornáira, hálózati kapcsolataira vonatkozó előírások vannak. Ezek az osztályok, tehát a legnagyobb halmazok, ezek sok-sok kisebb és ennél sokkal konkrétabb leírásra vannak
felosztva, melyeket a második kötetben lehet végigolvasni. Nézzünk erre egy példát, például az alkalmazás naplók, milyen naplózási követelményeket határoznak meg a FIA osztályban. Az automatikus válaszadás az első, ez gyakorlatilag azt írja le, hogyha egy bizonyos log esemény megtörténik, akkor arra a termék milyen, hogyan reagáljon, egyfajta IDS behatolás detektáló funkcionalitást ír elő. Vagy a naplóadatok létrehozása, mely leírja, hogy milyen típusú tevékenységeket kell naplózni, és mi az az információtartalom, melyet egy logba bele kell pakolni. Biztonsági naplóelemzés, mely abban segít, hogyha szükséges, akkor hogyan lehet a naplóadatokból kiszűrni, megtalálni a potenciális biztonsági eseményeket. Biztonsági naplóadatok áttekintése, ez azt írja le, hogy hogyan tudja a felhasználó végignézni a termékben keletkezett logokat. Napló eseményeknek a kiválasztása, hogyan lehet a logok egy bizonyos halmazából egy bizonyos szűrés alapján eredményeket előszedni, azaz gyakorlatilag a graph jellegű kiválasztó funkciót írja le. És végül az események tárolása, hogyan és milyen módon kell biztonságosan tárolni a naplózott elemeket. Újra továbbra is látszódik, hogy ezek mindig nem a részletes leírást tartalmazzák, hanem összességében leírják, hogy amikor naplózásról beszélünk, akkor nagyjából a naplózással kapcsolatban milyen főbb funkciók kerülhetnek elő. Ezen a dián lehet látni a konkrétumokat, tehát például a Faugen 1.1 elem, amelyik a naplózás létrehozásra, a napló generálásról szól, azt írja el, hogy a naplózási funkció elindulását és leállítását kell naplózni, illetve a rendszer biztonsága besorolásától függően három különböző szinten lehet egy-egy biztonsági funkciót lenaplózni, tehát például, amikor én beállítok egy új felhasználót a rendszerbe, akkor erről több különböző szinten tudok naplót létrehozni, csak magát a tényt, hogy létrehoztam, le tudom írni például azt, hogy ki volt az a felhasználó, akit létrehoztam, vagy még ennél is részletesen napló információt lehet létrehozni. Amikor például azt szeretném tudni, hogy egy autentikációhoz általában milyen naplóadatot célszerű létrehozni, akkor ez úgy szokott kinézni a gyakorlatban, hogy a Common Criteria második kötetében kiválasztom az autentikációt, egy erős autentikációt, és megnézem, hogy ahhoz milyen napló bejegyzést javasol létrehozni a Common Criteria, és függően attól, hogy itt a Faugen 1.1-ben minimális alap vagy részletes naplózást írtam saját magamnak elő, ettől függően fogom majd az adott autentikációs funkciót létrehozni és beállítani. A Faugen 1.2-ben van leírva, hogy mit kell tartalmazni egy logbejegyzésnek, tipikusan dátumot, időt, típust, felhasználó nevet és az esemény kimenetét, de például ez egy bővíthető funkció. A Common Criteria kellően nagy szabadságot ad ahhoz, hogy gyakorlatilag bármit létre tudunk hozni, tehát hogyha emellett részletes SQL lekérdezést is szeretnénk betenni a naplóba, semmi probléma nincsen, ezt is minden további nélkül meg tudom tenni. A következő példa a FAUSAR 1.1-es. Ez például, hogyha a naplóadatokat az alkalmazáson belül tudjuk megtekinteni, ami azért nem feltétlenül szokott gyakran megtörténni, hiszen a legtöbb naplóadatot jellemzően elküldjük egy központi logelemzőbe, vagy kiírjuk egy külső logfájba, akkor ebben tudjuk megadni azt, hogy ki az, aki meg tudja tekinteni a logokat, milyen jogosultság szükséges hozzá. A FAUSAR 1.2-ben pedig azt tudjuk leírni, hogy milyen más egyéb jogosultságok állhatnak rendelkezésre a naplóadatok olvasásához. A FAUSAR 1.1-ben ugye Select szűrés, azt írjuk le, hogy az eseményeket hogyan lehessen szűrni az alkalmazás log megjelenítőjén belül. A FAUSTG 1.1-ben pedig azt írjuk le, hogy az alkalmazáson belül tárolt napló adatokat milyen módon lehet a nem jogosult törlési kísérletekkel szemben védeni. Az STG 1.2-ben pedig a nem jogosult módosításokkal való védelmet is meg tudjuk adni. Az STG 3.1 pedig arról szól, hogy hogyan lehet reagálni arra, hogyha mondjuk a logtárolás elkezdett betelni, hogy nehogy véletlenül fölírjuk a logokat, mit kell tenni, hogyha például 90%-ban telt be a log, és mondjuk például 95%-ban telt be a log, leállítsunk funkciókat, mi történjen egyáltalán. Ez egy tipikus példa, nem teljes körül, de mégis egy szemléltető példa arra, hogy milyen szinten
tudjuk a naplózást az alkalmazáson belül belülni. Amit a leggyakrabban használni szoktuk a legtöbb alkalmazásnál, azonban csak a generálás van meghatározva, tehát hogy mi legyen az a log, ami létrejön, aztán majd egy külső logolási eszköz majd valahogy megoldja az összes többi követelményt. Következő pontunk a szemlélet, hogy hogyan tudunk egyébként logokat kiválasztani, illetve az egész logolás hogyan jön létre. Ez fogja egy kicsit szemléltetni azt, hogy hogyan tudunk követelményből, hogyan tudunk fenyegetésből követelményt létrehozni, illetve mi az egésznek a jogosultsága, illetve véghezvitele, illetve azt is megtekinthetjük benne, hogy a Common Criteria, mint szabvány, miért nem annyira kedvelt a legtöbb fejlesztő számára, és miért van nagyon sokszor hát meglehetősen dodonai megfogalmazás benne. Kezdjük is a példával. Ugye már említett Faugen 1.1, a szabvány alapján így fogalmaz, a TSF-nek átvilágítási jegyzőkönyvet kell tudnia előállítani a következő átvilágítási eseményekből. Az átvilágítási funkciók inicializációja és leállítása, az átvilágítás szintjén választás, legkisebb alapszintű részletes nem specifikált, minden átvilágítási esemény és értékadás más külön meghatározott átvilágítási esemény. Ha a kedves nézőben fölmerülnek a kérdések, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez, akkor azt nem csodálom, hiszen szükséges hozzá némi előismeret, tehát hogy tudjuk, hogy mi ez a TSF, ugye a Total Security Function, a biztonsági funkció, az értékelés tárgya biztonsági funkciónak gyakorlatilag logolni kell a logolás elindulását és leállítását, a már korábban említett módon azt, hogy milyen szinten szeretnék logokat létrehozni, illetve hogyha szeretnék kiegészíteni, más típusú logokat adni, akkor ezt is itt írhatom le. Konkrétan a mobilkód elszigetelése védelmi profilban ez úgy néz ki, hogy a választás a letöltött mobilkód rendszer erőforrásához való hozzáférési kísérleteit, tehát nagyon szűk halmaz az, amit logolni szeretne ebben, vagy ez szinte a védelmi profil szerint a víruskereső szoftver, illetve az értékelés más, külön ezt nem lett kitöltve, gyakorlatilag egy nagyon-nagyon leszűkített funkciót választottak ki. De hogyan jutottunk el ide, ezt a védelmi profilt felhasználva? A T.browser, ez a fenyegetés, amivel szembesülni kell akkor, amikor böngészőt használunk, tehát amire gyakorlatilag a megoldás majd el fog indulni, de a fenyegetésem a böngészés közben, ezt mindannyian jól tudjuk, az az, hogy letöltődik egy script, és végrehajtódik a böngészőben, és a böngészőből kitörve gyakorlatilag lehetővé válik ezen a scripten keresztül valamilyen kártékony kód telepítése. Gyakorlatilag ezt szeretnénk elkerülni úgy, hogy valamilyen kontrollt állítunk föl, tehát a fenyegetés az az, hogy az internetről a böngészőben végrehajtódik valamilyen kártékony kód. Ennek megfelelően, hogyha ezt szeretném naplózni, ezt a hozzáférési kísérletet szeretném naplózni, akkor van egy biztonsági célom, az O.audit, ami ugye azt a célt fogalmazza meg, hogy legyen egyáltalán naplózás ennek a védelmi megoldásnak, böngészőbe épülő végpontvédelmi megoldásnak, ami azt mondja, hogy O.audit támogatja Open Configure-t abban, hogy az adminisztrátor azonosítani és finomhangolni tudja a biztonságosan végrehajtható műveleteket. Praktikusan ez azt jelenti, hogy amikor konfigurálom a végpontvédelmi megoldást, akkor erről egy naplóbejegyzés is keletkezzen, lássam azt, hogy mégis mit konfigurált be a felhasználó, lehessen nyomon követni a tevékenységeket. Illetve O.audit. A TOE-nak tárolnia kell azokat a próbálkozásokat, amiket a mobil kód hajt végre, és benne rejlik a károkozás lehetősége, tehát minden olyan mobil kód, kártékony kód, script végrehajtás, ami potenciális veszélyes lehet, erről egy naplóbejegyzést kell létrehoznom. Ebből kiválasztó, hogy az O.audit egy biztonsági cél, ebből következik azt, hogy a második kötetből a Faugen.1-et kellett kiválasztanom, mely garantálja, hogy a naplózási bejegyzések a gyanús mobilkód erőforráshoz való hozzáférésekor létrejönnek. Ez az elmélet tehát, és hogyha megnézzük a PP-ket, az ST-ket, akkor ezt mind-mind végig tudjuk követni, hiszen ott mind föl van sorolva az összes objektív, biztonsági cél, és le van írva az, hogy ezek a biztonsági célok valójában mely fenyegetésekre vonatkoznak, illetve azt is láthatjuk, hogy milyen olyan külső szabályozások, jogszabály előírások, biztonsági, belső biztonsági elvárások jelentek meg, ezek a P-k, azaz a policy-k, melyekhez szintén kapcsolódik valamilyen O, azaz objektív, azaz biztonsági cél. Itt még lehet látni továbbá azokat a környezeti követelményeket is, melyeket szintén meg tudunk valamilyen módon valósítani a biztonsági célok segítségével.
megvannak tehát a biztonsági céljaink. A biztonsági célokhoz pedig hozzá vannak rendelve a második kötetből a biztonsági funkcionális követelmények is, tehát itt pont a O.configure-hoz például sok-sok autentikációs és azonosításhoz, illetve beállításhoz kapcsolódó biztonsági követelményt rendeltek a védelmi profilban. Így alakul ki tehát a biztonsági követelmények rendszere, innen tudjuk azt, hogy hogyan lesz és milyen módon lesz biztonságos majd maga a termék, mit kell beépítenem biztonsági vonalról az adott termékbe. A következő lépés az, hogy hogyan tudom mindezt biztonságosan lefejleszteni, megvalósítani. Ebben segítenek a garanciális követelmény osztályok, melyek leírják, hogy a fejlesztőnek milyen belső folyamatokat kell kialakítani. Ezek fejlesztés, az útmutató dokumentumok, az életciklus támogatása, tesztek, sebezhetőségfelmérés és a kompozíció. Ezen belül is, ez praktikusan azt jelenti, hogy a fejlesztésnél hogyan lehet a magas szintű tervekből egészen a kódolásig végigkövetni a biztonsági funkciók megvalósítását. Az útmutató dokumentumok segítenek abban, hogy milyen dokumentációt kell legyártanom a végfelhasználóknak és az adminisztrátoroknak. Az életciklus támogatás vonatkozik a fejlesztési környezetre, a verzió követő szoftvertől kezdve a fejlesztési munkahely fizikai biztonsági követelményeik. A vizsgálatok a különböző funkcionális tesztek, illetve a fejlesztő által végrehajtott biztonsági tesztekre vonatkoznak. A sebezhetőség felmérés írja le azt, hogy az értékelő labornak milyen jellegű vizsgálatokat kell végrehajtani. A kompozíció pedig abban segít, hogyha több CC értékelt terméket szeretnék egy rendszerként használni, akkor ennek a biztonságát hogyan tudom leellenőrizni. A garanciális követelmények tehát a fejlesztési folyamatra vonatkozó elvárások és javaslatok. Gyakorlatilag ez az igazi dokumentációs munka, és ezen dokumentációk alapján tudja majd az értékelő leellenőrizni azt, hogy minden a terveknek megfelelően hajtódott-e végre. Tehát gyakorlatilag ez a garanciális követelmény rendszer adja az objektivitást a termék értékelése mögé. Mellesleg nagyon sokat tud segíteni azoknak a fejlesztőknek, akik szeretnének biztonságos körülmények között fejleszteni, hogy mégis mire kell gondolni akkor, amikor biztonságos fejlesztést építünk föl. Tehát ez lényegesen több, mint hogyha egy OWASP-os vagy egy SDLC-s követelményrendszert határoznánk meg. Mondjuk úgy, hogy ahol a CC véget ér, ott kezdődik jellemzően az OWASP, és ott kezdődik jellemzően a Microsoft SDLC, vagy bármelyik másik ilyen ajánlás is. Az értékelési garancia szintek, tehát azt határozzák meg, hogy a fejlesztő mit választott, milyen folyamatokat választott ki ezek közül, és mi az, amit teljesített a fejlesztése során. Ezek az EA szintek 1-től 7-ig terjednek, és az látható módon mutatják, hogy gyakorlatilag egyre több dokumentáció létrehozását jelentik. Olyan egyes szintet gyakorlatilag senki nem használ, hiszen ez olyan alacsony szint. A legjellemzőbb az EAL 2, a 4-es és az 5-ös, és ebben lehet látni, hogy ezek abban különböznek, hogy mondjuk az ADV-FSP, ez a funkcionális specifikációt jelenti. Gyakorlatilag egyre mélyebb tartalommal kell létrehozni, ahogy egyre jobban belekeveredünk a fejlesztés folyamatába. De mondjuk a tesztelésnél is lehet látni, hogy mondjuk az ATCOV, tehát a coverage, a tesztlefedettséget egyel mélyebben kell meghatározni, mint EAL 2 szinten, EAL 3 és EAL 4 szinten, mint EAL 2 szinten. Az igazán nagy különbségeket egyébként az életciklus támogatásnál, illetve a tervezésnél lehet látni, tehát minél inkább magasabb biztonsági garancia szintet szeretnénk elérni, annál komolyabb követelményeknek kell eleget tenni az életciklus támogatás, a verziókezelő szoftverek és ennek dokumentáció környezetében, illetve annál mélyebben kell dokumentálnunk a funkcionális specifikációt gyakorlatilag egészen a forráskód szintig. Az utolsó pont pedig a Vulnerability Assessment mutatja, hogy maga az értékelő is minél magasabb garancia szinttel foglalkozunk, annál mélyebb sebezhetőségvizsgálatot fog elvégezni magán a termékkel. Gyakorlatban, tehát EAL 3, 4, 5, hogyha csipekről van szó, ennél magasabb szintekről nem nagyon szoktunk általában lőni, az jellemzően inkább nemzetbiztonsági és hadi alkalmazásoknál fordul, természetesen erre is van példa. Így, hogyha termék kiválasztásra van szükségünk, illetve saját magunk szeretnénk egy CC-nek megfelelő fejlesztési folyamatot összeállítani, akkor valahol az EAL 3 szerintem egy olyan megfelelő szint, amit érdemes lenne belőni. Ehhez természetesen olvasni kell az ajánlásokat, melyet a commoncriteriaportal.org oldalon lehet megtalálni.
Itt a részletes dokumentációk és kiegészítések is megtalálhatók, illetve a tanúsított termékek és védelmi profilok is gond nélkül elérhetőek bármikor. Ez tehát, aki érdeklődik, további olvasásra javaslom. Nem ígérek gyors győzelmet, mert a Common Criteria mély megértése ez egy viszonylag hosszú folyamat, de én azt gondolom, hogy megéri. Különösen a tanúsítási, az európai tanúsítási keretrendszer elterjedésével azt gondolom, hogy meg fog nőni azoknak az értéke, akik tudnak common kritériául. Remélem, hogy előadásom egy kis betekintést adott, és remélem, hogy segíteni fog elindulni a common kritéria, hát igencsak rögös útján. Köszönöm szépen a figyelmüket!